A kisvárdai játékos keretből 4-en, a szakmai stábból 3-an produkáltak pozitív mintát az elmúlt héten, így Révész Attila sportigazgatóval a kispadján kezdte a találkozót a vendégcsapat. A 8. percben megszerezhette volna a vezetést a Várda, azonban Navrati lövését védte Tóth kapus. A 10. percben Dombó nagyvédése után Lestről talált kapuba a Puskás, így maradt a gól nélküli állás. Ez nem változott a mérkőzés végéig sem, így egy ponttal távozott Felcsútról a kisvárda. Az első fél időben lényegesen jobbak voltunk, úgy érzem, hogy akkor volt lehetőségünk, közel kerülünk a gólszerzéshez. Navratinak volt egy nagyon nagy helyzet, illetve egy szélső beadás után a két támadónk, a Sasza és a Bumba elügyetlen keretett helyzetet. A hazaiaknak egy átlövése volt, ekkora játékunk is elfogadható volt, viszont nem hordozott magába több lehetőséget. A másodikban viszont az ellenfél frissíteni tudott, a mi középpályásonunk az ismert okok miatt a héten nagyon keveset edzettünk, illetve nem volt megfelelő váltási lehetőségünk, oda kezdett elfáradni. És ez azt eredményezte, hogy akkor fölénybe kerültek, de nem olyan mértékű volt a fölényük, amely folyamatosan magába hordozta volna a veszélyt, és a mérkőzés hajrájában az utolsó 15-20 percben pedig már akkor taktikát váltottunk, és nem a lapos kombinatív játékra épülve, hanem hosszú labdákra számítva. Magas embereket vittünk be, akik jobban meg tudták tartani, és eljutottunk az ellenfél kapujáig, ekkor viszont igazi lehetőségek már egyik kapunál sem alakultak ki, úgyhogy ez egy megérdemelt egy pont, mint egy csapat számára. A forduló további eredményei a következők: Budafok-Újpest 1-1, Zalaegerszeg-Mezőkövest 3-0, Diósgyőr-Ferencváros 1-3, Budapest-Honvéd-MTK-Budapest 2-2 és Paks-Molfehérvár-FC 1-0. A Kisvárda szombaton a Budapest-Honvédot fogadja, amelynek kispadján Pisont István váltotta Bódog Tamást. Az új edző egyébként is mindig fölrázza a társaságot, viszont a Pista az már nem új, hanem a Bódog Tami előtt is ő csinálta a Honvédot, tehát teljes mértékben ismeri a csapatot, ez még inkább megnehezíti a helyzetünket. Jobban örültünk volna neki, hogyha a Tomival jönnek, mert az ő gondolkodását, az ő játékát már kívülről belülről ismertük. Az ellen azt gondolom, hogy sokkal nagyobb esélyünk lett volna, mert a Honvéd alapvetően egy nagyon jó garnitúra, jó játékosokkal, sok játékos el tudnék én is képzelni a mi keretünkben. Az ő szereplésük az most mindenki számára csalódás, és érthetetlen is. Nem is volt váratlan az edzőváltás, viszont a mi helyzetünk egyértelműen azt igényli, hogy a következő mérkőzéseinken hazai pályán pontokat szerezzünk, mert az utóbbi van, az egy pontokkal nem nagyon haladtunk. Ezért bármilyen felállásban is és bármilyen edzővel jön a Honvéd, a mi célunk továbbra is az, hogy a 3 pontot hazai pályán be tudjuk gyűjteni ellenük. A tabella élén a Ferencváros áll 11 mérkőzésen szerzett 29 pontjával, a második Molfehérvár FC 12 meccsen gyűjtött 22 pontot, a harmadik Paks és az egy meccsel kevesebbet játszó negyedik Kisvárda 21 ponttal várja a folytatást.